Halinte átig Goldie. Az előző részben Sotó lezárt egy nehéz időszakot az életében azzal, hogy az elvesztett bátyját legyőzte. Debbie szétfagyva a földre hullik, szóval kijelthető, Sotó le tudta győzni. És ha jó a tippem, akkor Jaomomo anyukája is megdicsérte Sotót, vagyis hát... Van egy erőgyanúm, hogy ő lenne az. Végigmenjünk a mellékkaraktereken, és ja, így nevezi még a rész is őket, szóval hivatalosan ők ebben a részben, vagy amúgy is mellékszereplők. Mindenki szédicséri Sotót, Endeavorra is egy teher most leesett, bár nem könnyíti meg a helyzetet, hisz elkezdi piszkálni, hogy két fia életét is most vágtak gerincbe. Végre ismét harc közben szembesülünk Orphová hatalmával, hiszen lehet most mindenki Debbie Shigarak ereje miatt van felpezsegve, de ne felejtsük el, hogy Orphová náluk sokkal veszélyesebb tud lenni. Úristen, a mesterműved elbánt a kudarcoddal. És ahogy előadja magát Orphová, megélte de volt, hogy dükiterést kapott, és hát sajnos a vesztélybe vitte, hiszen uralkodni kellett volna e felett, de ja, hát jól megszúrt igazából a formán. Ugyanakkor Hawksnak is, viszont Giroék kihúzták a bajból. Komolyan mondom, én imádom Girót. Néha elfelejtem, hogy ő is van így a lányok közül, de ebben a részben annyira imádta a Giró karakterét, úgy vibrált. Komolyan néha hiányzik, hogy nem kap több szerepet, vagy egy rendes előtöltenetet, mert oké, negyedik évadban zenélgetett, meg stb. Nagyon adtam azt is, de egy ilyen rendes, több részes Girós szériát. És hogy ő is szembesült azzal, aminek ki volt téve Deku, az is bizonyítja, hogy Deku, amin átment, nem volt sose egyszerű, és teljesen jogosan tölt meg a Dark Deku időszak a Dekunak. Giro a félfülére súlyosan megsérült, viszont hevesen nem adja fel, és esélyt is kap Hawks, hogy Afo páncélját átvágja, akit közben a tudatalatta képességek akaratereják gátolnak, és ő pedig felzabálja őket. Valljuk be, a mangában sokkal horrorisztikusabban adták át a látványát ennek, hogy Orphován fel akar zabálni egy képességet, vagy egy képesség a hordozóját, aki már igazából nem is hordozhassa, hiszen Orphován elvette tőle, de hogy érted? Giro, Tokoyami és Hawks darabokra hullasztották Orphován maszkját, viszont ő vissza akarja rakni, aki szégyel, és nem akarja mutogatni magát. Viszont Endeavor! De várj, most elveszett az egyik karját, csak azért, hogy így egy menő belépőt kaphasson. De aztán csinált helyett egy ilyen lángöklöt, szóval valahogy tudja pótolni a képességével a karját, csak nem hiszem, hogy majd ezzel fog a kezet fogni valakivel, szóval, vagy nem tudom, vagy esetleg magához nyúl. Istenem, ahogy elván Orphován, az valami kegyetlen jól néz ki, és tök jó átélni, hogy így Orphován így szépen szétva, szedve. Csak úgy játszik vele, mint a macska a kis gombolyaggal. Elnyomta a Prominence Burn, és halálra lett égetve Orphován, viszont egyáltalán nem halott. Itt van valami, amire nem számítottunk. Láttuk Erit, talán nem is akarom tudni, hogy mi az, mert ha Erihez köthető, Overhaulhoz köthető, akkor nem is akarom közben tudni. Shigaraki szétújazza a koporsóját, mert követni se tudom, hogy hány ujja van Shigarakinak, komolyan. De Bakugó rátámad a legerősebb támadásával, azt gondolva, hogy legalább ezzel jól lesebzi, vagy bármi, de semmi. Ja, és elintézte Bakugót, és fel fogja használni Chalinnak, hiszen tudja jól, hogy Izukunak fontos Katsuki. Szerintem ez a két rész nagyon izgalmas volt, és építi fel folyamatosan a harcot, építi fel. Még nem hiszem, hogy a közepébe lennénk, még ez tényleg nagyon eleje. Kíváncsi leszek, hogy így Giroék még kapnak ezt szerepet, nagyon tetszett a részben. Az, hogy Bakugó innen hogy fog felállni, és mivel fog előd rukkolni, és az, hogy Deku mikor érkezik már meg.